Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő videóhoz. Ennyire szerintem még soha nem izgultam életembe, ugyanis most fogom megkérni a Niki kezét. Nagyon-nagyon izgulok, bízom benne, hogy igent fog mondani. Nem sokára bemutatom nektek a szobát, hogy hogy képzeltem el ezt a lánykérést. Sose csináltam ilyet, és nem is fogok soha többet. Nagyon boldog vagyok, mostában nagyon sokszor megkérdeztem tőle, hogy hozzám jön-e, és mondta, hát amíg nincs gyűrű, addig nem válaszol, úgyhogy egyáltalán nem számít rá, ma vagyunk együtt 2 éve, és köszönöm mindenkinek, aki segített, hogy ez létrejöjjön. 100 darab rózsával fogom megkérni a Niki kezét, meg ezzel a szép gyűrűvel. Bízom benne, hogy tetszeni fog neki. Egyáltalán nem számít rá, egy 3-4 hónappal ezelőtt lemértük az ujját, mondta, hogy mi mérjük le, hát mondom, majd egyszer, hogyha megkérem a kezed, akkor tudjak róla, hogy mekkora gyűrűt kell csináltatni. El fog indulni majd a romantikus zene, és akkor megmutatom nektek, hogy hogyan is néz ki a szoba. Ebbe a szívecske alakú formába fogok letérdelni, hogy a gyűrű kezembe lesz, Niki itt fog állni, meg van egy rózsacsokor is, és ami nagyon tetszik neki, nekem ide az ágyra rá van írva, hogy szeretlek, rózsaszirmokkal, mindenhol látjátok azért a 100 darab rózsa, azért mindenhol van, felhúzok egy inget, és bocsánat, hogy remeg a hangom, de nagyon izgulok, lehet, hogy sírni is fogok, ennyire tényleg nem izgultam életembe, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ő lesz majd a feleségem, bízom benne, hogy igent fog mondani, és egybe tudjuk kötni az életünket. Úgyhogy szurkoljatok, remélhetőleg a videó végén már azt fogjátok látni, hogy igent mondott. Úgyhogy ez ilyen falusi lánykérés, értitek, itt a szobába. Ugye most nem lehet nagyon sehova menni, meg amúgy is a Niki mondta, hogy ha egyszer lesz ilyen, akkor ne sok ember előtt történjen, úgyhogy ketten itt a szobában meg fogjuk ejteni ezt a dolgot. Köszönöm mindenkinek, aki szeret minket. Most át fogok öltözni inkbe, utána bekötöm a Niki szemét. És jöjjön, aminek jönnie kell. Nagyon-nagyon boldog vagyok. Közelről is megmutatom nektek a gyűrűt, gyönyörű, szép. Hát bízom benne, hogy jó lesz az ujjára. El kell próbálni. Hozzám jössz, feleségű? El ne roncsam, értitek? Na, szóval, itt fogok letérdelni, és akkor így fog kinézni. Hát gyerekek, ki ez a romantikus ember? Meheted le, majd le tudod magadnak menni? Jó, maradj itt, jó? Jó? Szia, tűz! Jó, mindjárt. Eltem le! De mindjárt. Most mit tudom, hogy mindjárt sírok? Ne leheted. Már nem merem lehetni. Micsoda? Nagyon szeretlek, Niki. Carry more than just my secrets.
Hát megtörtént az eljegyzés. Ilyenkor mit szoktak mondani? Mennyasszonyom vagy? Igen. Mennyasszonyom lett. Úgyhogy Niki, hát nagyon, hát egymásra nézzük, nem tudom, még a Nikivel eldöntjük, hogy az benne lesz a videóba, mert lehet, hogy ő szeretné. És hát egymásra néztünk és sírtunk, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy igent mondott. Ő mondtam, hogy tudni fogtok róla, hogy ez megtörténik, és akkor hát jövőre lesz majd. Innentől kezdve el tudjuk kezdeni szervezni majd a lakodalmat, és akkor jövő májusban szeretnénk majd összeházasodni. Szegény, nagyon sírt, mert kimentünk anyáiknak is, akkor is gratuláltak, ugye akkor is sírta Niki. Úgyhogy teljesen meglepetés volt, nem számított rá, ugye ma vagyunk együtt 2 éve. Nagyon boldog vagyok, hogy ő a társam, és egy életre szeretném, hogyha a társam lenne. Gyűrű is szép, ugye? Igen, nagyon szép. Mindig remeg a kezem amúgy. Szép a gyűrű is, úgyhogy nagyon köszönjük tényleg, ugye most is mondom nektek, hogy nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy ennyire szerettek minket, ugye? Nekem a videózás az életem, a Niki is a részese. Úgyhogy köszönöm szépen tényleg neki is, hogy ennyire támogat, és ő szeret engem. Úgyhogy köszönjük szépen a kedves nézőknek, ez most egy kicsit ilyen lánykérős videó volt. Már régóta terveztem, csak direkt nem mondtam se lájba, sehol, nehogy a Niki rájöjjön. Úgyhogy köszönjük szépen nektek. De még tényleg nem sejtettem, pedig minden nap kérdezgett, hogy hozzám jösszott, és nem értettem, hogy mi van. Igen, úgyhogy igent mondott, úgyhogy... Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.